Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a mai esős délutánra. Engem Martos Gábornak hívnak, és ennek a Múzeum Café című magazinnak vagyok a főszerkesztője. Annyit szoktam ilyenkor elöljáróban elmondani egy mondatot erről a lapról, ha valaki esetleg nem ismerné, hogy 2007 óta jelenik meg, két havonta, mint a Magyar Múzeológia egyetlen országos terjesztésű nyomtatott kiadványa, a fóruma és a múzeumok iránt érdeklődő közönségnek is reméljük, hogy kedvenc olvasmánya. Egy szót sem hallott. Lehet, hogy mi itt visszafele nem értjük. Akkor megpróbálunk valahogy. Nem? Hát igen, ott szól, csak valószínűleg itt inkább csak akkor ezek szerint lehet, hogy csak a visszhang hallatszik. Próbáljuk így. Reméljük akkor, hogy ez így most jobb lett. Jó. Elnézést akkor a technikai bakiért. Szóval, hogy miután ezt a kéthavi megjelenést, ezt néha mi magunk is ritkásnak érezzük, mert azt gondoljuk, hogy a magyar múzeumi életben, a magyar múzeológiában ennél sokkal több érdekes, izgalmas. Most meg ott nem hallani? Jó. Meg fogjuk próbálni mikrofon nélkül, csak akkor az a felvételen nem fog hallatszani. A mikrofont. És így hallod? No, akkor maradjon a mikrofon. Az a, állítólag az a megoldás, hogy a hangfalakat vegyétek ki. Tehát, hogy a hangszórókat vegyétek le. Tehát, igen, tehát, hogy a hangszóró ne szóljon. Ez azért érdekes, mert itt eddig azt hiszem, hogy körülbelül 15 ilyen beszélgetést tartottunk, és ez most először merült föl problémaként. Tehát eddig ez mindig megoldódott a mikrofonnal és a hangosítással. És vedd le a hangszórókat. Jó. Jó. Szűcsúrék hallják akkor. És itt is hallják. Most is hallják. Jó, akkor kész. Elfelejtettük.
Szerintem több van lesz. Na már. Mert van az emberben egy maximalizmus, ami egyébként állandóan van. Másrészt meg könnyíti, mert tényleg évek óta, sőt én ezt a kiállítást már gyakorlatilag 7 éve meg szerettem volna csinálni. Most minden rosszban van valami jó, hogy eddig nem sikerült, mert most tényleg ideálisak voltak a körülmények. Régebben ez valószínű, hogy nem így lett volna. De valóban élt bennem egy kép, egyrészt azért, mert azt lehet mondani, hogy ami Bálint kép fellelhető, azt én mind végignéztem, tehát azt szoktam mondani, hogy azt a Bálint Endrét, amit én ismerek, azt rajtam kívül nem ismeri senki. Másrészt meg ezt a fajta látásmódot nem olyan egyszerű, nem is olyan olcsó megvalósítani. Tehát ezt, hogy egy külön látványvilágot építeni Bálint Endre köré, és így bemutatni a műveket, mert úgy gondoltam, hogy így a kapcsolódások, meg a mozgatórugók sokkal inkább érezhetőek. De maga még személyesen is találkozott vele édesapja révén, igen, ismerte. Igen, sokszor elvitt minket, engem is, meg az öcsémet is, amikor képet ment vásárolni, vagy egyszerűen csak beszélgetni, és én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag semmi, de semmi emlékem nincs a mondjuk így a gyerekkoromból, nem a gyerekkoromból, de azt, hogy mit tudom én Bálint Endre mikor mit mondott, melyik képet, mikor, mennyiért, ez mind valahogy benne van a fejemben, de az, hogy az iskolában mi történt, fogalmam sincs. Szóval tényleg annyira érdekelt ez a világ, meg hát az ember belegondol, akkor ez gyerekként is nagyon érdekes. Hát aki fotókon látta Bálint Endrének a műtermét, az teli volt mindenféle tárgyal, akkor amikor például Országgyűlihez vittek, akkor a Vera tudja legjobban, hogy a Bábszínház előtt ő a Dörmögő Dömötörnek volt a rajzolója, tehát leültettek az ágyra, aztán kezemben nyomták a Dörmögő Dömötört, hogy foglaljam el magam. Szóval ez egy gyerekként is egy különleges világ volt, és aztán utólag szűrődik le az emberben, hogy minden tapasztalt meglátott. Vera maga látta a kiállítást egy pár napja, amikor hazajött. Milyen volt így találkozni Bálinttal a képeink keresztül ennyi év után? Nagyon megható volt. Ezeknek a képeknek nagy részét láttam, amikor készítette. Mert ugye én nem mondhatnám, hogy gyerek voltam, amikor megismertem. Messze, messze attól. És nagyon sokat jártam föl a műtermében. Úgyhogy láttam a képeket, ahogy készültek egymás után. És így újra látni ennyi év után, milyen érzés volt? Nagyon jó. Hát mit mondjak el? Ha az ember egy művészt... Majd én tartom. Nem hallják? Milyen kár. Most hallani? Eddig elég erős hangom. Jó most? Most jó. Szóval tartottam sehol. Szóval, hogy... Felénk beszélnek, akkor teljesen mindegy, nagyon jól értetik, akkor biztos érdekes. Mindjárt is érdekes. Vele, drága, fordulj. Húha, itt balhé lesz. Egy rendező kell ide. Szóval, azt megismétlem, ha nem hallott. Nem. Kell. Jobban tudja, kell. Szóval, azt megismétlem, hogy én már nem gyerek voltam, amikor megismertem, és nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert a Bábszínházban, ő nem dolgozott a Bábszínházban, soha nem volt tagja,
miután ő grafikusnak indult, azt tanulta, nagyon szép plakátokat csinált. És az egyik első darabomhoz csinált plakátot. Egy. Kettő, a Jakovics József, szobrászművész volt a Bábszínház műhelyének a vezetője, akitől én tanultam a mesterségemet. Nagyon meg kellett tanulni, mert semmit se tudtam. Ahogy mondják, szülött a színhelyen tanultam meg a mesterséget a Jakovicstól, és őhozzá is feljártam, de a kettőknek egy helyen volt a műhelye, vagy ateliéje, és hát a Bandi meg bejárt időnként a színházba, hol azért, hogy plakátot csináljon, vagy megnézze, mi van. Nagyon szerette a Bábszínházat, úgy, ahogy van, mert a gyerekkori emléke a Városligeti Bábszínházhoz kötötte, nagyon sokat járt ott, és imádta. Na most, erről sokat beszélt, és ezen a, ha most úgy egybe látom az egészet, nagyon érződik ez a Városligeti Bábszínházi hangulat. Nekem csinált a Vitéz László képet valóban, de én nekem, hát azt nem tudom, nem kell külön mondanom, hogy mennyire szeretem, de hogy miért szeretem, azért, mert egyszerre tragikus és humoros. Mint hogy ezt a kettőt azt hiszem nem lehet elválasztani egymástól, színpadon se, ugye? Jó, ha együtt van. És a képei mesése. De mindegyik egy mese. Különösen az igazi nagy korszaka. Tehát nem, az, nem beszélnek az első korszakra, ami érdekes, műszészettörténileg, történetszerűleg, majd kimondom. De az a középső korszak, közvetlen a párizsi tartózkodás előtt, az a Bandi, hogy mit mondjak, nem tudok mit mondani arról, akit nagyon szerettem, és nagyon sokat voltam együtt. Egy emberről nem lehet igazán beszélni, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt, baráti kapcsolatban, és akitől nagyon sokat tanult. Mert nem csak az ország Lilit tanította és vezette, de mindenki, aki ott dolgozott, valamit megtanult tőle. És hozzám meg eljött megmutatni, hogy ezt nem így kéne mutatni, így amúgy anyaghasználatot, ilyesmit. De hát az, hogy volt, és hogy láttam, amit csinál, tulajdonképpen az hatott meg, és az maradt a lelkembe, és hát ezt nagyon jó volt látni. Siralmas, hogy már nem él. Ezen a kiállításon Alföldi Róbert gyűjteményéből is több kép van. Te mikor találkoztál először a nevével és a művészetével? Mert ugye tanítani az iskolában, hogy már nem tanítani. Hogy Bálint Endrét? Én tanultam. Igen? Igen, de ez ugye függött attól, hogy az ember milyen tanárokkal találkozott, és milyen iskolába járt. Tehát a gimnáziumban a Dózsa Erzsi, aki művészettörténetet tanított, ő valahogy nem maradt meg a... Tehát Munkácsi után is valahogy gondolkozott a magyar igen képzőművészetről, vagy festészetről. És ott... Én ott találkoztam először, de én először nem a képeivel találkoztam, hanem az önéletrajzával. Hiszen ugye színházi vonal családilag valahogy van, hiszen az unokája, az Eszter játszott ugye a halászéknak a színházában. Tehát én valahogy így találkoztam ővel először. Tehát hamarabb olvastam az önéletrajz kötetét, mint ahogy mondjuk képeket láttam volna. Erre nem nagyon lehet válaszolni, mert mikor találkozik valakivel először, egy festővel. Mert valahogy úgy beúszik az életébe az, hogy egyszer csak a sok-sok fantasztikus dolog közül valami úgy közelebb kerül, vagy közelebb jön. És azt mikor döntötted el, hogy a gyűjteményednek kell legyen Bálint? Ez nem így van, én nem vagyok azért ilyen nagyon tudatos gyűjtő, nagy gyűjtő vagyok, viccelek, de nem vagyok tudatos gyűjtő, tehát én zsigeri, tehát én abszolút zsigeri ember vagyok ebből a szempontból is. Nem tudom, melyik volt az első kép, vagy az ember, hogy miért szeret. Szóval miért szeret hazavinni valamit, vagy aztán ki az, akitől egyszer csak több minden kerül oda, ahol én élek, vagy ki az, akitől több mű lesz az, amire azt gondolom, hogy legyen ott.
Nem tudok erre válaszolni. Én nagyon szeretem az ő nagyon végtelen és mély és egészen megrázó szomorúságát. Tehát valóban koboldok, és valóban színes formák, és valóban vásár, és valóban bábszínház, de ami igazán hozzám közel van, az a nagyon mély, sötét, vállalt fájdalom és szomorúság, és mondjuk azok a képek, amik az én anyagomból, vagy az én gyűjteményemben itt a kiállításon vannak, azok főleg ilyenek. Azt nem lehet megmondani, hogy egyszer csak miért érzem közösnek, vagy mi az, amit... Hogy az ember önző, és azokat a képeket gyűjti, szerintem, amelyekben valahogy magára ismer, vagy amelyekben valami közösséget lát a saját érzései, gondolatai, démonai, egyebek között. És akkor azt szoktam mondani, hogy legalább azért jó, hogyha képek vannak a falon, mert akkor nem csak azzal foglalkozom, hogy bennem mi van, hanem úgy rá tudok nézni, és azt tudom mondani, hogy jaj, de jó, nem vagyok egyedül ezekkel a problémákkal. Tehát én ezeket a képeit szeretem igazán. Tehát nagyjából ezek is vannak ott. Ahogy mondod, hogy... Bocsánat. Tegezhetsz. Köszönöm. A szomorúság, a drámaiság és a humor, ez nagyon jellemezte. A halálfélelem az valahogy jelen volt folyton. És a kétségbeesés attól például, hogy amikor egy sorozatot megcsinált, akkor teljesen magán kívül képes volt azt mondani, hogy Vera, én már többé nem tudok semmit, semmi nem jut eszembe, többé nem fog festeni. És akkor valóban egy hónapig nem festett, és egy őrült olyan sötét volt. És akkor két hónap múlva, amikor neki kezdett, és akkor más ember volt, de ez a nyomasztó félelem egyrészt a haláltól, mert sokat volt beteg, nagyon gyenge fizikuma volt tulajdonképpen, és tulajdonképpen nagyon félt állandóan. Mondták, hogy hát nem is igazán beteg, csak hipnoziban. De gyönge fizikuma volt, de ezt úgy lesöpörte, amikor kellett, és nagyszerű humora volt, de ez a sötétség, ez nagyon jelen volt, és az a képeiben benne van, de benne van a színház. Majdnem azt mondhatnám, hogy nekem a képeinek egy nagy sora, úgy, ahogy van, színpadra lehetne vinni. Nem tudom, hogy ez más szemmel, színész, más rendező, más szemmel nézi. Én az én színházam szeméből nézem, például, hát sose csináltuk meg, nem is lehet megcsinálni úgy, ahogy csinálják, van a kiállítás képei. Ezt mindig szerettük volna megcsinálni, és tehát nem lehet, nagyon nem lehet. Valami oka van is, drámaiság, meg vannak a címek, és azokhoz a címekhez nem lehet hozzá igazodni. Ha az ember nem felejtett, de ha a Bandi képeit látom, akkor az jut még ezért ez a kiállítás képei. Ezt kéne színpadra vinni, az ő képeit egy olyan módon, ahogy más még nem csináltak. Most már nem lesz időm erre, és nincs is kivel. De hogy nem. Még egyet hagyd mondjak, hogy ugye nagyon erősen megkülönböztetnek az okosok különböző korszakokat a Bálint művészetében is, és amiről én az előbb beszéltem, hogy mi az, ami hozzám közel áll, abban érzem leginkább azt a fajta, hogy mondjam, tehát, hogy amikor az ember vállalja mindenféle szempontból, vagy a Bálint szerintem vállalja mindenféle aspektusból azokat a kétségeit, fájdalmait, hibáit, gyarlóságait, mélységeit, azok olyan nagyon szép tisztán ott vannak azokon a képeken, és aztán én mondjuk az utolsó korszak, tehát, hogy az életének az utolsó korszakában az ember azt érzi, hogy elkezd egy kicsit, hogy úgy mondjam, riszálni, még a saját ügyeivel kapcsolatban is. Tehát azokat én például már egy picit hamiskásabbnak érzem, és azért szoktuk azt mondani, hogy a legszebb korszaka ez a bizonyos,
Párizs utáni hazajövetel, mert ott nincs semmi, ami sallang vagy felesleges, vagy nincs elkezdve agyalás azon, hogy vajon merre menjek, mi illik. Tehát az utolsó korszakán azért már lehet látni ezt a... Ez nem hamisság, vagy nem hazugság, félreértés ne essék. Ez egy belső hozzáállás kérdése. Ez utolsó korszak alatt mit ért a montázsokat? Nem csak a montázsokat, a montázs előtti. Az a 70, igen. Az mondja, hogy nekem mindig levált egy kicsit. Na, erről beszélgetünk. Tehát, és félreértés ne essék, azt gondolom, hogyha egy festő életében van egy nagyon jó korszak, vagy kettő, vagy az, de félreértés ne essék, én ezzel nem, hogy úgy mondjam, hogy mondják ezt, hát csúnyán fogom mondani, tehát nem fikázom a Bálinton, hanem azt mondom, de megpróbálom megfogalmazni, mi az, amitől ő közel áll hozzám. És a legjobban ezzel tudom megfogalmazni. Tehát aki mondjuk a Krematóriumok című képre emlékszik, ami szinte két domboldal, két színfolt, és valahogy mégiscsak ott van mögötte minden, ez az egész őrület, amit a 20. században volt. Én erről a fajta sallangmentes önazonosságról és vállalásról beszélek. Még aztán, hogyha mondjuk megnézi valaki utána a híreseket, akár az Itt már jártam valaha című képeket is, amik igazán nagyon híresek, ott már látszik valami színesség. És most nem a színekről, nem kolorisztikáról beszélek, hanem hozzáállásról. Csak hogy miért, nem tudom, ezt miért mondtam, de azt próbál megfogalmazni, mi az, amitől én nekem a Bálint nagyon fontos, vagy nagyon szeretem, vagy nagyon azt gondolom, hogy rólam szól. Marian, ez ennyi sok szakértő után művészettől, most művészettől, azt meg lehet fogalmazni, tudom, hogy ez egy nagyon általános kérdés, hogy mit jelent a Bálint a magyar művészet történetben? Sokféle dolgot lehet mondani. Egyrészt, tehát mindenféle kategóriát ki lehet találni, de egyik dolog, ami miatt például érdekes, ez az, hogy Bálint például azok közé, a művészek közé tartozik. Van ilyen jó pár, például mondjuk Román György is, aki elmegy itthonról, elmegy Magyarországról, és akkor kimegy Párizsba, Román György meg kimegy Japánba, Kínába, ő is Párizsba, és nem azt festi, amit ott lát, hanem eltávolodik otthonról. Egyrészt hozzájárul például a Bálintnál nagyon erősen a honvágy és a magány, az egyedüllét, és ez segíti őt abban, hogy például a gyerekkori emlékei előjöjjenek. Tehát nagyon érdekes, hogy amiről a Robi is beszél, hogy kimegy, amikor megint megváltozik a művészete, az pont 72-ben van, hogy kimegy Nyugat-Berlinbe, ugye a Ligeti György megszerzi neki ezt a ösztöndíjat, és akkor megint eltávolodik otthonról, teljesen másként látja a művészetet, és ebben benne van az a fajta összegzés és letisztultság, gyakorlatilag búcsúzik a művészetétől, mert aztán 74-től már nem is festett többet a betegsége miatt, de búcsúzik a művészetétől, és egyfajta számvetést és leltárt csinál, és az nyilvánvalóan más, mint a korábbi képei. Tehát mondjuk a Bálintnál ez is nagyon fontos, és ugyanúgy megváltozik a művészete, amikor 62-ben Párizsból hazatér, mert akkor meg pont nagyon érdekes, hogy itthon esik ki az itthon, tehát hogy hazajön, és mikor itthon van, akkor már nem tudja az itthont festeni, mert nincs meg az a kínzó honvágy, ami erre a magába fordulásra készteti. Tehát ez is nagyon érdekes a Bálintnál, és akkor például ekkor jönnek elő ezek a tényleg nagyon sallangmentes, és főleg a múltjával és a zsidóságával kapcsolatos képei is, mint például a Krematórium. Tehát az tényleg egy fantasztikus mű, hogy két félkörben, egyikben a halálnak a hidege és fagyossága, a másikban meg a tűzpusztító ereje. Tehát ez tényleg nagyon különleges. Szóval akkor meg ezért változik meg a művészete. Tehát egy egészen külön típust képvisel ilyen szempontból. Másrészt pedig hát Bálint már életében is
mondjam, az akkori művészeti életben is egy fogalom volt, tehát nem véletlen, hogy a Rottenmiller utca egy annyira legendás lett, és zeneszerzők, költők jártak fel hozzá beszélgetni, képeket nézni. Tehát volt benne egy olyan, nem véletlen, hogy Kassákkal annyira jó barátok voltak, és hát a Kassákkal az utolsó szavaival gyakorlatilag a megnyitó beszédet, Bálint kiállításának a megnyitó beszédét már a halálos ágyában mondta el, tehát és abban azt mondta, hogy ha korát tekintem, akkor Bálintot a fiamnak kell tartanom, hogyha a művészetét, akkor a barátomnak. Tehát ugyanaz a fajta szigorúság és etikai tisztaság volt meg a Bálintban is, mint a Kassákban. Vera, amikor maguk találkoztak vele 53-ban, ugye azt mondta, hogy 53-ban találkozott vele. Azon gondolkozom éppen, hogy magyar művészetben milyen helye van, és nagyon meg voltam sértve halála után, de már előtte is, hogy nem csináltak neki kiállítást. Párizsban a magyar intézetben nem volt. A magyar intézetben gondoltam, lehetne csinálni, de hát senkinek nem jutott eszébe, mikor a utolsó előtti igazgató volt az intézetben, akkor feltettem a kérdést, hogy ugyan már mi nincs Budapesten Bálint kiállítás? Hát nem tudják. Itt kéne csinálni, nincs anyag. Mondom, de majd én összeszedem, akik itt kint vannak, és csináltunk. És akkor még a fia is eljött, még akkor élt, és hát az egy, nekem egy borzasztó nagy öröm volt, hogy csináltunk egy pici kiállítást, de azért meg se értettem, hogy miért senki nem foglalkozott vele igazán. Szerintem egy olyan különleges festő, ami nem sok van, szóval egy olyan világa van, amelyik nem hasonlít senkire. Lehet, hogy ilyen-olyan hatása volt, tehát az nem számít, mert mindenkinek semmiből nem lesz semmi, tehát minden művész, minden művészet valamiből táplálkozik, és aztán abból fejlődik ki a világa. És az övé olyan különleges, annyira nem hasonlít senkire. És egy olyan korszakból való, és ez azért borzasztó örültem ennek a kiállításnak, hogy ez végre van, és sokan láthatják. Mert az, hogy a Rottenmiller utca létezett, arról nagyon sokat beszélnek, most meg írnak is, Az magában nem elég, mert ott élt két művész, akit semmibe vettek, de nem csak akkor, hanem utána sem. És ez a kiállítás nagyon fontos nekem. Bocsánat, csak hogy a művészet történeti helye, hogy mindig így görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy valakit így elrakjunk ebbe az egészbe, hogy ahhoz képest ilyen, ahhoz képest olyan, vagy ahhoz képest különleges. Én nem tudom, hogy a Bálint lesz-e valaha olyan nagyon népszerű, vagy ismert, vagy híres festő, mint mondjuk a Gauguin, vagy a nem tudom, vagy a Van Gogh, most magyar kellett volna mondanom, de hogy olyan különös hangja van, és ez lehet, hogy művészettörténetileg nem stimmel, de a Tóth Menyhért jut nekem eszembe róla mindig, hogy ő is annyira különös utat jár, és annyira mer, hogy úgy mondjam, mondjuk szépen kísérletezni, vagy mer keresni, vagy semmi igazán a festésben, vagy az alkotásban nem gátolja az ügyben, hogy kipróbáljon mindent, ami belülről jön, vagy ami eszébe jut, vagy ami a humorából eszébe jut, hogy ettől mindig lesz egy olyan egyéni íze, ami szerintem nagyon nehezen köthető bármilyen irányzathoz, vagy bármilyen korszakhoz. Tehát, hogy mindig megmarad az önálló hangja, amiben még talán az is belefér, hogy zsákutcákkal történik bizonyos fajta kísérletezés vagy találkozás egy-egy irányzattal. Pont. Ezt a kiállítást nem lehetne elvinni Franciaországba? Ezt Verától is kérdezem. Én elviszem, csak adjanak. Ez nem újjék. Hát, hogy nem, hogy el lehetne vinni, el kellene vinni. Két kapja.
Hát nem én vagyok a múzeum igazgatója, se ennek, se annak, de... De lenne erre a Párizsba vevő, én arra hát vagyok. Honnan tudja? Ismeri, mert mégis él tud, ha vég. Igen. Nem tudom. Nem tudom megmondani, hogy milyen hat... Mi, hát meg kéne csinálni a kiállítást, akkor utána lehet beszélni. Minden érdekli a párizsiakat, ami érdekes. Pillanatok alatt tudják, hogy hova kell menni, ha nem ismerték akkor is. Mindig van közönsége. Mi kell ahhoz? 2-3 jó kritika, előzetes kritika, nagy újságokban. Ez így van mindenütt. Ez. És hát ki meg kell csinálni a kiállítást a legjobb anyagából. Nem kellene egy ilyen óriási anyag, mert az nem kéne a legjobb anyagot, és hát pláne a párizsiak ugye Franciaországba élt, adhatott rá, stb. Azt már nem nekem, nem vagyok újságíró, nem vagyok szervező, nem vagyok műtörténész. Biztos, hogy ki kéne vinni, biztos. Két mikrofon van. Dolgozunk rajta, ezért is, igen, ezért is csináltuk meg a könyvet angolul is, tehát dolgozunk rajta. Nyilvánvaló, hogy Bálintot valamennyire ismerik Párizsban, hiszen a, ha másként nem ismerik, akkor úgy, mint a Jeruzsálemi Bibliának a, az illusztrátorát, ami a maga idejében hatalmas siker volt, tehát ilyen szinten ismerik. Aztán most ezen próbálkozunk, hogy ebből legyen valami. Az, hogy az nagyon nehéz, tehát egy portfólióval elvinni egy kiállítást, tehát hogy az ember összerak igen. egy dossziét, az nagyon nehéz. Az, hogyha ezt a kiállítást, hogy egy ilyen anyag össze van szedve, és így magát a kiállítást lefényképeztük, lefilmeztük, mindent csináltunk, ez nyilvánvaló majd segít. Tehát így majd könnyebb lesz, aztán reméljük sikerül. Hát te aztán ennél nálam sokkal jobban tudod, hiszen ezzel foglalkozol a mai műtárgy iparral, aminek ugye része a múzeumok is, vagy részei a múzeumok is. Szerintem ma, hogy nem működik egy dolog, bármilyen nagyon nagyszerű művész, hogy kivisszük, és akkor mindenki észre fogja venni, hogy mennyire nagy művész. Sajnos szerintem sokkal, sokkal nagyobb munka van szerintem előtte és körülötte, aminek majdnem azt mondom, hogy nincs köze az adott művész minőségéhez és az adott művésznek a képeihez. Tehát azon ma sokkal több minden múlik, még egy olyan kultúrvárosban is, mint mondjuk Párizs vagy Budapest, hogy tehát a figyelem felkeltés, vagy az, hogy eljusson az emberekhez egyáltalán az, hogy létezik egy ilyen kiállítás, vagy mondjuk Bálint kiállítás, hiszen tudjuk, az elmúlt években próbálkozások voltak, akár a Vajda Lajossal, akár a Csontvárival kapcsolatban, és valahogy nem sikerült egyik egészen, azt gondolom, hogy valóban világszínvonalú magyar művésznek, úgy mivel betörni a köztudatba, hogy tudjanak róla. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy munka az, hogy egy művészt bevezetni, főleg abban az elképesztő, hogy mondják ezt, amikor sok minden van, kínálatban, ami most van. Ha nem állítják ki, akkor... Ha nem állítják ki, úgy valóban nehéz látni, de az lehet, hogy izgalmasabb. Szépen. Azt akartam volna tőle kérdezni, hogy ugye az ember végignézi itt a kiállításban a képszövegeket, hogy szerintem a nagy része magánygyűjteményből van. Ugye a nagyobb része talán. Két harmad magánygyűjtemény, egy harmad intézmény. Tehát, hogy rengeteg van magánkézben gyűjteményekben ebben az anyagból, rettetesen szét van szóródva. De az mégis azt mutatja, hogy a gyűjtet nagyon sokat forog aukción, vagy elég gyakran forognak aukción a képek. De hát ez nem, ezt nem így mondanám. Nagyon kevés Bálint kép van aukción, monotípiából van rengeteg, és kollásból, tehát ez nem ugyanaz. És de a név forog, tehát a név forog, ez sok igaz. Gyűjteményben van, tehát az azt jelenti, hogy... A gyűjteményekben van, akkor közönség nem ismeri, mert az nagyon jó, hogy gyűjtők vannak, de azok tartják a képeket, várják, hogy legyen egy kiállítás, amit megrendeznek, mert különben senki nem látja, a kép nem arra való, hogy be legyen zárva, hanem hogy lássák. Ez az én véleményem. Mondod te, aki te is mondtad, hogy én jaj, nem... hát nem is tudom, hogy odaadjam-e. Az más, mert azok az övéi, érted? Ja, hát a többi magángyűjtőről beszélsz. A többi csúnya magángyűjtő, aki nem akarja oda.
Nem igaz, odaadtam. Ó, igaz, igaz, tényleg. Nem is, még ott, még ajánlottam is, ezt nem akartad. Úgyhogy... Mennyire van egyébként szétszóródva ez az életmű? Hát én azt mondtam, hogy ez a kiállítás, mondjuk így, hogy az utolsó pillanatban készült el, meg kell említeni, ez a fajta kétharmad, egyharmad arány azért van, mert ugye a Bálint az tiltott művész volt a 3T betű idején. Tehát egyrészt látszódik a szóródás, az intézmények vásároltak a korai korszakából, aztán utána kimegy Párizsba a szünet, utána hazajön szünet, mert tiltott művész, és utána mire ugye oldódik ez az egész 67, utána 70-es években, akkor vásárolnak. De addigra már a csúnya, gonosz magángyűjtők, mint például az én apám, mind felvásárolják ezeket, felvásárolták ezeket a képeket, és gyakorlatilag ezekből csak úgy lehetne vásárolni, hogyha ezek a gyűjtők eladják, de ezek is inkább, mármint a magángyűjtők is, is inkább egymás közt cserélgetnek. Tehát, és azért tartom ezt az utolsó pillanatnak, mert tényleg most még azok a régi gyűjtemények mondjuk nagyjából még egyben vannak, akik még a Bálinttól vásároltak, ha a gyűjtő már nem is él, de nagyjából a leszármazottak még tartják, de aztán ez szét tovább fog hullani, ha csak mondjuk azt említem, nem tudom, mi lesz majd a mi gyűjteményünkkel. Mondjuk nálunk van 40 kép, ha az 40 feles viccelődik szét, akkor az már nem, lehet, az már nem nagyon lehet. És hát nagyon sok mű van külföldön, tehát most még tudjuk ki a tulajdonos, de aztán, hogyha az is eladja, továbbadja, akkor még nehezebb követni. Vera, itt ez többször elhangzott, a Báb Színház. Hogy? Bábszínház, ugye? Igen. Hogy az miért volt az, hogy alakult ki, hogy az egy ilyen fura gyűjtőhelye lett? Ez egy furcsa hely volt. Hát igen, én pont a... Hát a megszületésénél voltam ott, az szerencsés helyezve. Egész addig, amíg felfutott, mondjuk a legmagasabb szintre, önmagához képest. Mit is ma kérdeztem, hogy hogy hívták ezt a... MNDS volt a magyar nők, MNDS, a magyar nők demokratikus, azok csinálták. Ma is van ilyen szerintem. Azok alakították az első kicsi bábszínházat, a mesebarlangot. Abból fejlődött ki a... Jakovics már annál dolgozott, azoknak dolgozott. Nem, az első igazgatója az Állami Bábszínháznak Bod László volt, aki festőművész volt, és Jaki, hát ismerte, Jaki, így hívták Jakovicsot mindenki, vagy nem tudom másképp, és őt hívta a műhelyvezetőnek, tehát most ez volt a lelke a színháznak, és ebbe a kis műhelybe tényleg mindenki megfordult, írók, zeneszerzők, festőművészek, mindenki jött, ment Jakihoz. De hát a műhelyen az egy ilyen különleges része volt, úgy mondhatnám, hogy a magja volt a színháznak. Mindenki bejárt oda, és lassan fejlődött ki. Először ugye az orosz, az Obrasztov színháznak a hatása volt, de hát kellett is, mert Magyarországon nem volt igazi, ilyen klasszikus, a néhány klasszikus bábjátékon kívül, de nem is volt népi bábjáték se, igazán volt. Volt a faluban, de hát az más, az egy más dolog. De a városokban mi volt? A Vitéz László volt az egyetlen, slusz. De magának a bábjátéknak az összes formája, amit hát ma már használnak, az nem volt. Tehát a mi tulajdonképpen a technikákat, a lehetőségeket az Obrasztovtól tanultuk, az ő darabjain kezdtünk, hát én az legalábbis azon, mert azokat csináltam a műhelyben, de mindenki. És aztán az lassan elvetődött, és igazán a színház akkor fordult meg, amikor vette igazán szerintem a legjobb korszakát, amikor a Szilágyi Dezső, dr. Szilágyi Dezső átvette a színházat, 50, dehogyis, de
59-ben, vagy 58-ban, és akkor alakított egy ilyen kis maga köré egy néhány embert, egy zenei vezetőt, ami Láng István professzort, aki nagyon fontos volt abban a színházban, ami így kifejlődött, mert egy zenés színházat csináltunk. És az akkor nem volt sehol. Egy bábszínház, aki csak zenére dolgozik. Egyébként meggyőződésem, hogy ennek a műfajnak a legjobb kifejezési formája, ha zenére dolgozunk, és a mozgás és a zene fejezi ki a drámát. Hát ez persze anyag is kell, nem erről van szó, de a legérdekesebb, talán egyik érdekes emlékem a zenés bábjátékról, hogy amikor a Fából faragottat játszottuk, akkor az operából eljött akkori nagy a balettáncosok, akik ezt játszották. És végignézték, és utána azt mondták, most értem, hogy miről van szó, eddig nem tudtam, hogy mi ez a bábjáték. Mit tartalmaz ez az opera, vagy balett? Jó, hát azért mondjuk a balettbábnak így csinálni a lábával kicsit könnyebb, mint egy élő balettást, tudod csak így csinálni a lábával. Viccelek. Nem? Nem értem. Azt mondtam, hogy egy balettbábnak, tehát sokkal könnyebb a lábát ide-oda csavarni, meg mindenfélét csinálni a testével, mint egy élő embernek. Hát lehet, én ezt szeretem a legjobban, ezt a műfajt, mert a zene az egy talán a legabstraktabb műfaj, és a báb is a színházművészet területén, mert ugyebár... Nagyon egyszerű, a színházban ott vannak a színészek, akik szintén emberek. A báb színházban meg ott vannak a bábok, akik olyanok lesznek, amilyenre én akarom. Van az, hogy amikor egyszer csak elkezdenek olyan bábszínházat csinálni világszerte, hogy a báb úgy lóg, mint egy valami olyan technikai, nem tudom micsoda, és a színész ott nyargal mögötte. A csodának vége. De hát így van. Én nem azt mondom, hogy nem lehet, de biztos van egy-két olyan darab, ahol egy élő színésznek joga van, vagy fontos, hogy ott legyen. De az, hogy 26 színész futkozzon, és ekkora kis bábuk előtte lófráljon, hát az nem bábszínház, nagyon sajnálom. De hát... szóval, a zene visszatérve erre, hogy azért mondom ezt, hogy ez nagyon összefügg, és ebből egy különleges műfajt lehetett csinálni, nagyon nehezen, mert ezeket a zenéket azért csak ki kellett választani, mert akármilyen zenét azért nem lehet megcsinálni. De ez a két absztrakt műfaj, ha egyesül, az szerintem a legjobb kifejező formája a színháznak. És közben ott voltak a képzőművészek állandóan körül ez a társaság. Igen, közben van. Muszáj beszéljünk erről a katalógusról is, ami ugye ehhez a kiállításhoz készült. Egészen pontosabban ez nem is katalógus, mert hogy nem egyszerűen a kiállításnak a kísérő kiadványa, hanem ez egy Bálint monográfia, amit ráadásul megint csak maga egyedül jegyez, tehát tulajdonképpen párhuzamosan készült a kiállítás és ez. A lelkemre kötötték, hogy azt mindenképpen mondjam el, hogy a ma este az utolsó nap tiszteletére, vagy alkalmából itt lent a múzeumnak a sokjában a 25%-os kedvezménnyel lehet ezt a katalógust megvásárolni, ez volt a reklám helye. Egyáltalán nem volt ezt megelőzően Bálint monográfia, ilyen komoly meg egyáltalán nem. Hát több kicsi volt, igen tehát a Szabadi Juditnak a könyve és Romárdi Józsefnek a könyve, amik szintén fontosak, de például a Román József könyve nagyon jól rögzít egy csomó olyan emléket, ez nagy szerencse, amit a Bálint neki, mint barátjának elmesélt, de hát nyilvánvaló, hogy a szocialista könyvkiadás.
A szocialista könyvkiadásnak mondjuk így a terméke, ami azt jelenti, hogy ez a tipikus 20 színes és 40 fekete-fehér kép. Na most ez tényleg borzasztó, egy művésznek az életművét a képekből lehet leginkább megismerni. Hát mi most igyekeztünk, majdnem 300 képet belepakoltunk. Tehát tényleg az ember vagy elolvassa a szöveget, vagy nem, de a képeket átlapozza, meg hát szakmailag is nagyon fontos, hogy egy életműnek minél nagyobb szeletét tárjuk a nagy közönség elé, hogyha a kiállítás már nincs, akkor is lehessen látni az életmű legnagyobb részét. És ugye az szóba került, hogy ez angolul is. Igen, igen, igen. Tehát ez a nemzetközi igen, is igen, igen, és hát ami még mondjuk fontos, az, hogy én igyekeztem, hogy minél több dokumentum legyen. Én a lila ködöt abszolút nem szeretem, tehát, hogy ami benne van, az vagy a Bálintnak a verseivel, vagy írásaival, vagy a leveleiből vett idézetekkel, az mind alá legyen támasztva, tehát nagyon-nagyon sok benne a dokumentum. Ugye az elhangzott, Robi, te is mondtad, hogy te először az írásaival találkoztál, és csak később a képeivel. Hogyha valaki ennyit írt, mint a Bálint, naplót, mindent írt, az ugyanazt a kérdezem, mint az elején, hogy régóta ismeri, hogy az segít vagy nehezíti? Mert az nyilván egy egyéni látás, nem biztos, hogy maga kívülről ugyanazt látja. Az egyrészt pont azt nem szeretem, amikor valaki túlzottan belelát dolgokat, és akkor, mert nyilvánvaló, az nagy segítség, mikor valaki a naplót egyébként a Bálint nem írt, de nyilvánvaló leveleket, igen, rengeteget, így van, ez így van. Tehát, hogyha leírja, hogy mit tudom én, ott van például az a katalán gerenda, és leírja, hogy oda imádkozni jár, és meghatott a középkori mestereknek a hite és mesterségbeli tudása, és hogy enélkül, a gerenda nélkül nem lenne az Itt már jártam valaha, és a Csodálatos halászat című kép, akkor nyilvánvaló, hogy ez sokat segít, és sokkal könnyebb így, és megadja azokat a kapaszkodókat. Egyébként a motivumrendszerének a felgöngyölítéséhez is, mert Bálint az a festő, hogy mondjuk így, hogy a képeinek kétfajta jelentés rétege van. Az egyik az, amire ránéz az ember, és akkor tudja, hogy mondjuk sorskerék, tudja, hogy angyal, bizonyos motivum, lovacska, igen. És hogyha van egy másik jelentés réteg, amikor tényleg bele kell mászni az életébe, el kell olvasni mindent, le kell venni alfába, amikor az ember fölhozza azokat a gyerekkori emlékeket, azokat az élményeket az írásaiból, a tényleg a verseiből, mikor a versében leírja, hogy mit tudom én, a lámpán ott van tüdőbajom, véres pókja, és akkor az ember ránéz a képre, és akkor megdöbben, hogy tényleg ott van. Ha az ember ezt nem olvassa, akkor ezt nehéz kiagyalni, vagy teljesen hamis vágányra jut. Szóval, vagy hogy az a fekvő alak, az éppen az anyja, mert leírja, hogy ott repült el anyám egy másik versében. Vagy például ott van az egymástól távol lévő két égitest, és akkor leírja, hogy reszketek, mint két hord bolyong az éjszakában, te is, én is két hazában, írja a feleségének. Tehát akkor rögtön ránéz az ember a képre, és tudja, hogy ez a családtól való elszakítottságot jelzi. Tehát ilyen szempontból ez nagyon-nagyon nagy segítség. Csak hát tudni kell olvasni. Robi, neked az olvasmány élmények és a képek otthon a falon? Egyáltalán nem kapcsolódnak össze. Én nem, tehát ez a ti dolgotok, hogy ilyen végtelen tudatossággal nézzetek képeket, vagy nézzetek képeket. Tehát, ha már itt, amit a Marian mondott, tehát lehet, hogy ezt ír, egy két hold között bolyong a lelkem, és akkor azt kell tudni, hogy az ez, tehát, hogy konkrétan kire gondol, ki van ott kézé. És ez teljesen rendben van, mert ahhoz, hogy el tudjon készülni egy ilyen könyv, hogy minél több mindent tudjunk egy művész alkotás technikájáról, művészetéről, ahhoz ez kellene.
Én, mint egyszerű kultúrafogyasztó lény, engem, én ezt nem tudom, az igazság, hogy egyáltalán nem is érdekel, hanem az, de hát attól én a munkádat nagyon tisztelem, és gyönyörű a könyv, de tényleg. De számomra az a fontos, hogyha ránézek egy képre, akkor én lehet, hogy nem tudom, hogy az ő felesége, anyukája, nagybátyja, nem tudom ki-e. De hogy pontosan érzem azt, hogy a két kör alakú forma között olyan feszültség van, ami engem elkap és megüt, akkor azt gondolom, hogy az elég. Tehát ilyen szempontból én nem tudom összerakni az olvasmány élményeimet a képpel, mert én azt szeretem, amikor nekem saját élményem van egy képpel. Vagy ilyen, vagy olyan. De azért ez a hieroglifa rejtvényfejtés, ez biztos nagyon csodálatos, és nagyon érdekes. És semmi cinizmus nincs abban, amit mondok természetesen, mert aki bárki megnézi ezt a könyvet, de nem kell a könyvet megnézni, a kiállítást látja, hogy micsoda iszonyatos munka van benne, és micsoda alapos munka, és micsoda agyalás, és micsoda gondolkodás ahhoz, hogy minden egyes centiméter sarok, tábla, fény, csóva a helyén legyen. És ezt lehet érezni. És lehet, hogy én nem tudom, hogy ők mit gondolkodtak, a Marian és a Gergő azon, hogy milyen legyen az az adott, miért pont úgy, de hogy az ember érzi ezt a rengeteg erőt és energiát, ami benne van, az a fontos. Színházban se érdekli a nézőt, hogy mi van a fő próba héten egyébként. Szívemből beszél, mert ezt akartam az előbb, hogy hallgattam. Persze, nagyon tisztelem a műtörténészeket, mindenféle kritikust, ugyanúgy. Ma, ha színházba megyek, én nem szeretem elolvasni előbb a kritikát, mert nem érdekel. Engem az érdekel, hogy én rám hogy fog hatni. Különösen nem szeretem az olyan színházat, hogy mikor bemegyek három oldalon keresztül, magyarázza nekem a rendező, hogy miért csinált ezt vagy azt. Nem érdekel, majd esetleg olvasom utána, de ha bemegyek a színházba, szeretném megérteni úgy, ahogy van az előadást. Hogy hat rám? Hat vagy nem? A képpel, zenével, zenét sem kell nekem magyarázni, illetve nem elolvasom az életét a zeneszerzőnek, mint ahogy a Liszi Henri Kátorban kérdeztem a gyerekeket, az egy nagy gimnázium Párizsban. Zenét is tanultak. Ezt nem lehetett észrevenni, de zenét is. De mit csináltok a zeneórral? Hát a zeneszerzők életét tanuljuk. Hát ebből nem igazán tudhatták meg, hogy milyen a zene. Az ember a képet hagyja magába ömleni, hogy úgy mondjam, és vagy van köztünk kapcsolat, vagy nincs, akkor azt nem érdekel a többi. Isten, aztán elolvasom, ha nagyon érdekes, mert megszerettem azt a festőt, vagy zeneszerzőt, elolvasom, ha kezembekről nem biztos. Természetesen, mint minden végletes dolog, a kettő között van az igazság, és középen van az igazság, hogy én nagyon fontosnak tartom a zsigeri élményt, de nagyon fontos az, hogy az ember bármikor oda tudjon nyúlni a könyvespolchoz, és le tudjon venni olyan könyveket, olyan monográfiákat, olyan albumokat, amik ezt az én zsigeri élményemet kitágítják, alátámasztják, tovább viszik. Csak most itt kicsit a tréfa kedvéért, egy utolsó napon. Szeretnék a végén mindenkitől egy személyeset kérdezni, ha megengeditek. Maga most hazajött a Bálint Endre miatt. Kiért jönne legközelebb szívesen haza? Kiért jönne legközelebb szívesen haza? Kinek a kiállítására jönne legközelebb szívesen haza? 2016-ban országlidit csinálom. Száglidin. De hát a Lilinek most van kiállítása, vagy volt, aztán becsak Debrecenben, azt megnéztem. Miután már egyszer itt voltam én a Bálint kiállítás miatt, csak akkor nem nyitották még meg. Véletlenül, de akkor így igaz. De mire megtudtam, addig már megvettem a jegyet, viszont az Lilinek volt kiállítása Debrecenben, és szerencsés módon megnéztem. És akkor ezek szerint 16-ban megint lesz országlili kiállítás, ugye az? Akkor 16-ban találkozunk megint itt az országlilén. De akkor rendben van. Ismered? Országlilén? Hát... Sértegetsz? Mit lehet ezt tudni egy ilyen gyereknek? Gyere. Robi, te
bármiből választhatsz, akkor itt... Hogy érted ezt a bármiből választhatod? Képzőművészet. Tehát, hogy kiállítást? Képből, nem. Én most mint gyűjtőt kérdezlek, hogy te kit tennél szívesen a falatra még? Még? Mondjuk a Bálintok közé, az Országlidik mellé. Hát minden, hát olyan nevet mondok, aki mindenkivel stimmel. Hát Vajda Lajos. Jó. És maga a legközelebb, nem csak Bálintot látott a TV Maci előtt a kiságyból, hanem ott nagyon sok minden volt még azokon a falakon, hogy maga kinek csinálna legközelebb szívesen egy ilyen nagy monográfiát, nagy kiállítást, hát ki lesz a következő? A program már megvan, úgyhogy már pénteken mentem raportra, úgyhogy most úgy néz ki, hogy jövőre Tóth Mennyhértnek lesz kiállítása. Igen, és Tóth Mennyhért, és 2016-ban pedig egy nagy országüli kiállítás lesz, úgyhogy 79-ben volt az utolsó ilyen nagy, szeretnénk egyrészt ugyanúgy megcsinálni, fölépíteni azt a labirintust, amit még országüli talált ki, és amit aztán a Dánpál valósított meg a tervei alapján, másrészt meg hasonló gazdagságban bemutatni országülit is, úgyhogy reméljük, hogy az is szép lesz, meg hát a Tóth Mennyhért is. Biztos nagyon szép lesz. Nagyon sajnáljuk ezt a technikai malőrt, amit volt, mondom, nem tudom, magyarszor vagyunk itt, először fordult elő. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Reméljük, hogy ezek után az este 8-ig tartó kiállítás talán ezekkel a beszélgetésben elhangzottakkal egy kicsit mélyebb élmény tud lenni, remélem nézzék meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. További szép estét kívánom mindenkinek.